Az év végéig Magyarország megállapodhat Brüsszellel az uniós támogatásokról. Erre számít a kormány. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter azt mondta, a közérdekű feladatokat ellátó alapítványok, a kohéziós és a helyreállítási pénzek esetében is megállapodás közeli a helyzet. Sajtóhírek szerint az Európai Bizottság akkor oldhatja fel a több mint 5000 milliárd forintnyi korábban befagyasztott kohéziós forrást, ha cserébe Magyarország megszavazza az uniós költségvetés megemelését. A területfejlesztési miniszter szerint azonban nincs összefüggés a két téma között. Elemzéssel folytatjuk. Balázs. Köszönjük szépen a szót, Halkó Petra, a XXI. Századi Intézet vezető elemzője ül itt velem szemben a stúdióban már. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük ezzel az uniós költségvetéssel, mert az Európai Parlament azt szeretné, hogyha euromilliárdokkal többet költene a következő 4 évben az Európai Unió a költségvetés szempontjából mind az ukrajnai háborúra, mind a migrációra. Ugye 10 milliárd euróval, azaz csaknem 4000 milliárd forinttal tovább emelnék ezt a költségvetést, a pluszpénzt pedig hát nyilván a tagállamoknak kéne fizetnie. Eddig miért nem volt elég a forrás vajon? Hát egész konkrétan 66 milliárd eurónyiról beszélünk, amelyből 50 milliárd eurónyit Ukrajna támogatására szeretnének fordítani. Itt ugye azért nagyon fontos leszögeznünk azt is, hogy ezek az úgynevezett támogatások, segélyek arra szolgálnának, hogy Ukrajnának az állami működtetését, illetve a gazdaságának a működtetését biztosítsák ezekből a forrásokból. A maradék további milliárd euróknak a sorsa pedig tulajdonképpen az lenne, hogy a állítólagosan megemelkedett költségeit az Európai Uniós intézmények biztosítsák. Ugye itt ez azért is visszás helyzet, mert egyfelől Ukrajna jelen pillanatban nem tagállama az Európai Uniónak, tehát az Európai Unió költségvetése pedig elsősorban nyilvánvalóan arra szolgálna, hogy az Európai Uniós tagállamoknak a megsegítésére, vagy ilyen-olyan finanszírozására szolgáltassák. A másik pedig, hogy most azért adott egy válsághelyzet az Európai Unió szempontjából, amely már több szempontból is uralkodik az Európai Uniós tagállamok felett, mint gazdasági, energetikai, pénzügyi értelemben, és még egyetlen egyszer sem vetődött fel az Európai Unió részéről, hogy mondjuk az Európai Uniós intézményeknek a költségei csökkentsék, hiszen most az Európai Uniós polgárok az adófizetőknek a pénzét szeretnék még inkább arra fordítani, illetve megemelni az ő költségeiket abból a célból, hogy üzemeltessék az olyan intézményeket, amelyek egyébként nem tudják ellátni az érdekeiket szolgáló feladataikat. Ez egy szempont, de ugye a Fidesz-LP képviselő csoportja pedig azon az álláspontom, hogy emellett ugye egyes uniós körök, például az Európai Uniós tagállamként Magyarországtól azt várnák el, hogy önkéntesen vállaljon ugye újabb befizetéseket az EU-s költségvetésbe, így például a helyreállítási programok emelkedő költségeinek, kamatainak a finanszírozására, úgyhogy még egyetlen egy eurocentet sem kapott Magyarország ebből. Jogszerű ez így, vagy fair ez így? Hát egyáltalán nem fair és egyáltalán nem jogszerű, amely abból a szempontból még inkább egy pikáns helyzet, hogy így fogalmazzak, hogy ugye folyamatosan a jogállamisági problémákra, állítólagos problémákra hivatkoznak Magyarországgal szemben, mind a kohéziós források, mind pedig a helyreállítási alapforrásaira vonatkozóan, hogy miért tartják vissza ezeket a pénzeket a magyar állampolgároktól, holott pont ez a helyzet bizonyítja azt, hogy semmi és köze nincs ennek a helyzetnek a magyar jogállamisági helyzethez, sőt, mi több, teljes mértékben figyelmen kívül hagyják, ignorálják a jogot, az írott jogszabályokat, illetve a szerződéseket. A kohéziós alap szempontjából érdemes kiemelni azt, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 177. cikke rögzíti azt, hogy a kohéziós alap arra szolgál, hogy megerősítse az Európai Unión belüli társadalmi, területi, gazdasági kohéziót, és ebből adódóan segíti azokat az újonnan csatlakozó az Európai Uniós tagállamokat, amelyek később csatlakoztak és a felzárkóztatásokhoz járulnak hozzá ilyen szempontból. Cserébe ezek az újonnan csatlakozó tagállamok megnyitják a piacaikat a nyugat-európai uniós tagállamok között. És ráadásul a 2021-27-es programtervezet szerint ezen forrásokat olyan célokra folyosítanák elsősorban, amely például környezetvédelmi, kiemelten energetikai területen végrehajtott fejlesztéseket szolgálnának, amely most most kiemelt fontosságú lenne egy ilyen helyzetben, hiszen azt várják el Magyarországtól is, illetve az egész Európai Unió közösségétől, hogy szakítsa meg azon kapcsolatait például Oroszországgal, amelyek eddig biztosították az olcsó és biztonságos, biztos energiaellátását a közösségnek, de látható, hogy a másik oldalról nem támogatja az Európai Unió azokat az országokat, akiknek erre nagyon nagy szüksége lenne, azokkal a forrásokkal, amelyek egyáltalán bármi fejlesztést előtérbe helyezhetnének energetikai téren. A sajtóírek szerint viszont most ugye azt lehet hallani, hogy mintegy 5000 milliárdnyi kohéziós forrás talán feloldana a bizottság, és ezt odaadná Magyarországnak. A Financial Times szerint cserébe azt várnák, ugye, hogy szavazza meg az uniós költségvetés emelését Magyarország, hogy tudják támogatni Ukrajnát a háborúban. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter szerint ilyen típusú kérés nem érkezett az unió részéről, hogy ezt szavazzák meg, és nem lehet ezt ehhez kötni. Ugyanakkor azt is hozzátette a miniszter úr, hogy azért láttak már karonvarjút, tehát ugye sajtóból sokszor értesültek már az Európai Bizottság elvárásairól az elmúlt időszakban. Érheti még itt meglepetés a magyar kormányt a következő időszakban ön szerint? Hát abszolút mindenre is lehet számítani az Európai Unió felől az elmúlt évek tapasztalatai alapján. Ráadásul a legújabb információk szerint 3 Európai Bizottsághoz közeli forrás megerősítette a Financial Timesnak azt, hogy vannak ilyen elképzelések terben az Európai Bizottság köreiben. Itt ugye ez megint azt bizonyítja ez a helyzet, hogy semmilyen köze nem volt sohasem a magyar jogállamisági helyzetnek az uniós forrásokhoz, semmilyen köze nem volt a különféle igazságügyi reformokhoz, vagy azokkal kapcsolatban egyéb felmerült kérdésekhez. Az uniós forrásokat, illetve ahhoz kapcsolódóan, hogy a jogállamiságnak a kérdéskörét politikai zsarolásra használták, mind Magyarországgal, mind Lengyelországgal szemben, amely nagyon komoly hitelességi, morális, illetve politikai kérdéseket vett fel az Európai Unió Bizottságával kapcsolatban. Még egy nagyon pici időnk maradt, más téma, ugye Ukrajna rendelkezik a világ legtermékenyebb termőföldjével. A Magyar Nemzet írt egy cikket arról, hogy külföldi befektetők vásárolják fel folyamatosan a termőföldeket. Itt nézem, hogy tavaly már 3,4 millió hektár ukrán termőföldet birtokolt 10 nemzetközi vállalat, és a termőföldeken kívül a mezőgazdasági területek is nagyon kelendőek. 3 amerikai koncern összesen 17 millió hektár mezőgazdasági területet vásárolt már fel Ukrajnában. Csak jelzésképpen ez az összes ukrajnai szántóterület 28%-ának felel meg. Mi húzódik meg emögött a jelenség mögött? Ja, azért érdekes ez az egész jelenség vagy folyamat, hogy ez tulajdonképpen 2014-16 környékén kezdődött az Euró Majdan tüntetéseket követően, hogy különféle felvásárlások történtek a területekre vonatkozóan Ukrajnában, és a legtöbb területet érintően ugye amerikai érdekeltség áll a háttérben. Na most ez azért is érdekes, mert azért ha összeköttetésbe tesszük ezt azzal, hogy a termőföldek általában arra szolgálnak, hogy különféle élelmiszereket adott esetben termeljenek rajta, itt például gabona termékeket termeljenek, árusítsanak. Későbbiekben ez egy releváns kérdés most az Európai Unió szempontjából, hiszen pont egy konfliktus helyzet húzódik most az Európai Unió közössége, vagy hát több tagállama és Ukrajna között azt illetően, hogy hogyan is áramolhatnak az Európai Unió piacára a gabonatermékek Ukrajnából, és ott tapasztalható volt a közelmúltban, hogy más feltételek szerint olcsóbban tudják előállítani a gabonát, és amennyiben ez bekerül az Európai Unió piacára, bajba kerülnek az Európai Uniós tagállamoknak a gazdái, az azt jelenti, hogy ők is arra fognak kényszerülni, bajban lesznek, el kell adniuk majd a termőföldjeiket, tehát itt az is meghúzódhat a háttérben, hogy magának az Európai Uniónak a piacát szándékosan rossz helyzetbe akarják hozni, sőt, mi több lehet, hogy el is akarják lehetetleníteni ilyen szempontból. Halkó Petra volt a vendégünk, köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen.